A Tolna vármegyei ESZC Vályi Péter szakképzőiskolai és kollégium most már hagyományosnak mondhatóan 5 ágazatban indít különböző képzéseket, szakképzőiskolai, illetve technikumi formában. Technikum tekintetében informatika és távközlés ágazatban, illetve turizmus vendéglátás ágazatban vannak osztályaink. A szakképzőiskola vonatkozásában pedig építőipar ágazatban tanulnak nálunk kömövesek, festők, mázolók, tapétázók, gépészetágazatban hegesztők, épület és szerkezetlakatos tanulók, illetve kereskedelem ágazatban kereskedelmi értékesítők, és végül, de nem utolsó sorban, turizmus vendéglátás ágazatban pincér vendégtéri szakemberek és szakácsok. Nagyon nagy mértékben segíti az oktatást, most már 3 éve a szakképzési rendszerváltás óta a projektoktatás, és most is ebben a tanévben is az a célunk, hogy egyre inkább a közismereti oktatást beintegráljuk a szakmai oktatásba, hogy aztán 10. évfolyamba lépve szakképzőiskolai diákjaink a duális képzőhelyeken megállhassák a helyüket, és minél gyorsabban tulajdonképpen termelő tevékenységet tudjanak végezni a különböző duális képzőhelyeken. Egyébként a VÁI-nak jelenleg 28 partnere van, tehát a duális képzésben 28 kisebb vállalkozás, helyi, illetve Tamási környéki vállalkozás vesz részt. A legnagyobb fejlesztés az elmúlt tanévben, ami átnyúlott tulajdonképpen a tanév kezdetéig, az a nyílászárók teljes megújítása volt az A-épület rész vonatkozásában, illetve most is van egy nagyobb fejlesztés, ami a kollégiumot érinti. A kollégiumunk közösségi terei fognak megújulni, tehát egy teakonyha kialakítása van folyamatban, illetve az emeleti és a földszinti társalgót tesszük még inkább komfortossá diákjaink számára. A VÁI-ban az informatika oktatásnak nagyon régre visszamenő hagyományai vannak, és természetesen egy olyan területről beszélünk, ami folyamatosan fejlődik, és ezzel a fejlődéssel a VÁI-nak is ütemet kellett tartania. Ezért indult el ez a hatalmas fejlesztés, ahol most is vagyunk, ez a 3D labor, amelyet az intézményünk minden egyes osztálya számára biztosítunk. Ugye a szakképzésben ágazati projektoktatás folyik, és az ágazati projektoktatásban speciális 3D-s projekteket dolgoztunk ki a tanulóink számára, ami azt jelenti, hogy minden egyes ágazatban, csoportbontásban különböző 3D projekteket valósítunk meg ebben a speciális teremben, ami azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem országosan is egyedülálló lehetőség, melyet a szakképzési centrum vezetésének köszönhetünk. Körülbelül 35 millió forint értékű eszköz került elhelyezésre ebbe a terembe, amelyet természetesen tananyagi tartalommal is fel kell tölteni, ahhoz, hogy megfelelőképpen szolgálják az informatikus és más ágazatokban tanuló tanulóknak a tanulmányi előmenetelét. Még általános iskolában, mikor az informatika órákra jártam, akkor eléggé megtetszett ugye ez az informatikai része a világnak, és mindenki azt mondta, hogy ez a jövő. Szóval úgy gondoltam, hogy miért ne próbáljam meg. Így nekiálltam kérdezősködni, melyik iskolában lenne a legjobb tovább menni. Nekem azt mondták, hogy Tamásiba, VÁI-ba, nagyon jó az infooktatás, nagyon jó felszerelt iskola, nagyon jó fejek a tanárok, és ez teljesen így is van. Idejöttem, és ugye ez már az 5. évem, eddig 4 évet végigjártam, és mind a 4 évben nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó volt az informatika oktatás. Ugye most az 5. évben a technikusi vizsgára fogok menni. Eddig nagyon jó megy a felkészülés, nagyon jó az új tanárunk is, és nagyon várom, hogy mi lesz a vége. A technikusi vizsga után Pécsre szeretnék tovább menni az egyetemre, ugye a műszaki karra, a mérnök informatikára. Szeretnék levelező szakra menni, és munkát keresnék mellette, és így tanulnám meg az informatikát. Ha lehet, akkor informatikai szakon dolgoznék mellette, és gyakorlatot is szereznék.
Iskolánkban körülbelül 2 évtized történik kereskedelem oktatás, különböző szinteken kereskedelmi értékesítő képzés történik jelenleg, de a technikum a kereskedelem területén már megjelent a 2 éves képzésbe is a mi listánkon. Várjuk a diákokat, szerencsére minden évben sok diák jelentkezik, ezáltal a környéken lévő kereskedelmi egységeknek biztosítjuk a munkaerőt a továbbiakban. Jelenleg is több diákunk, több mint 30 diákunk van a környező duális képzőknél jelen, akik a mai napon is már kint vannak gyakorlaton, illetve a duális képzőknél már nagyon aktív szerepet vállalnak a munkavilágába. Az iskolában a képzés 9. évfolyamon projektoktatásban történik, annak nagyon fontos része, hogy a diákok megismerjék a gazdasági ismeretet, és azon belül a munkavállaló ismereteket, önmagukat a szakmába el tudják helyezni, hogy már úgy kerüljenek ki a duális képzőhöz, hogy felkészültek arra, hogy megtalálják a munkavilágába a helyüket. Én már jártam ebben az iskolában, ez a második szakmám. Nagyon megszerettem ezt a szakmát, ugyanis a nyáron én dolgoztam ebben árufeltöltőként, és szeretek az emberekkel foglalkozni, az emberek körül lenni, és emiatt így visszajöttem. Érettségiztem is ebben az iskolában egy másik képzésben. Én ebben képzelem el a jövőmet, én szeretnék ebbe dolgozni, szeretnék feljebb lépni. A jövőben esetleg még üzletvezető is szeretnék lenni, és tovább tanulni ebben a szakmában. Gépészet ágazatban hegesztő, épület és szerkezet lakatos szakmába képezzük a jövő szakembereit. Nappali képzés keretében hegesztő szakmában vannak tanulóink, felnőtt képzés keretében pedig képezzük az épület és szerkezetlakatos diákokat az iskolai tanműhelybe, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően jó felszerelt. A legelső szakmám a mezőgazdasági gépész, amit Tabona Rudnai Gyulában végeztem el. Azért választottam ezt a szakmát, mert én úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságban, illetve minden egyes fémipari dologban rengeteget kell javítani, amit esetleg felrakóegesztéssel meg lehet csinálni, illetve nem árt, hogyha az ember némi tapasztalatot gyűjt ezen a téren, mert hogyha otthon esetleg kell csinálni kaput, vagy kerítést, vagy akármilyen másik esetleg építményt, vagy autót kell javítani, stb., akkor meg tudja otthon nyugodtan csinálni. Jelenleg most hegesztő vagyok, végzős, lakatos képzésre is beiratkoztam, és úgy gondolom, hogy a lakatos és a hegesztő között is nagyon nagy átfedések vannak, mert ugye a kettő rokon szakma is egymástól úgymond lehet tanulni a két szakmában.